Mai témáink. Több száz iskolában egy órára leállt az oktatás. A tanárok polgári engedetlenséggel tiltakoztak a szerintük tarthatatlan állapotok miatt. Pukli István bejelentette, ha nem tárgyal a kormány, újabb akciók lesznek. Pukli Istvánt és Súlyog Blankát, az Osztályfőnökök Országos Egyesületének tagját kérdezzük. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Több száz iskola vett részt a ma reggeli tiltakozásban. 8 órától 9 óráig polgári engedetlenség címszó alatt nem volt tanítás ott, ahol úgy gondolták a pedagógusok, szülők, diákok, hogy tiltakoznak a kormány oktatási rendszere miatt. Az ismert 12 pontot ismét felolvasták, amely 12 pont ugye a problémákat gyűjti össze, és ezen a probléma halmazon szeretnének változtatni. Teljesen változatos volt a kép, volt, ahol öreg diák találkozót tartottak a kapuban, aztán volt, ahol szemetet szedtek, fát ültettek, vagy csak egyszerűen beszélgettek, volt, ahol a diákok élő láncot húztak az iskolájuk köré. Pukli István a vendégem, és Súlyog Blanka, jó estét kívánok, üdvözlöm, aki az Osztályfőnökök Országos Egyesületének a képviselője, mert hogy önnel még nem találkoztunk itt az egyenes beszédben. Hogy értékelik a mai napot? A siker szó, tudom, hogy nem túl jó kifejezés erre, mert bár az igazi siker az lenne, hogyha nem kellett volna tiltakozniuk, én azt gondolom. De történt, ami történt, eljött a ma reggel, bocsánatkérés nem volt, mégse találok jobb kifejezést arra, hogy a céljaik megvalósítása érdekében ez egy sikeres tiltakozás volt? Igen, sikeres tiltakozás volt. Azért volt sikeres, mert bizonyítottuk a pedagógusoknak, hogy nincs mitől tartaniuk egy esetleges folytatás esetében. Mert ez egészen ideig képlékeny volt, hogy van mitől tartaniuk? Hát szerintem maximum a bátorságuk hiányzott ahhoz, hogy kimenjenek és kimerjenek állni egy ilyen tiltakozás keretében az utcára. Ez egy merőben új forma eddig, Magyarországon ez nem volt jellemző. Tehát mi most bevezettük, és meglátjuk, hogy jövő héten, két hét múlva hogyan fognak rá reagálni a pedagógusok, illetve az ország népe, hiszen rengeteg ember volt a teleki előtt is. Azt olvastam, hogy körülbelül 1000-en jelentek meg, és hát tapasztaltam is, hogy hihetetlen nagy a szimpátia irányunkban. Többen voltak, mint egy átlagos szülő értekezleten, az biztos. Igen. Ön is úgy értékeli, és úgy érezte, akár a kollégáival beszélve, hogy azért még mindig erős a félelem, és az attól való tartás, hogy hát vannak problémák, kellene is tiltakozni, na de az állásom az azért nagyon fontos. Igen, szerintem ez az egzisztenciális félelem benne van azért még a pedagógusok nagy részében. Ami teljes mértékben érthető. Igen, így van. Hát a mi iskolánknál egyébként a diákok mutattak nagyon szép példát, mert hogy teljesen a tanároktól függetlenül a diák önkormányzat szervezett egy úgynevezett szimbolikus nagy takarítást az iskola elé. És nekem megható volt ezt látni, én magyar tanárként, amikor őrként tanítom nekik, és akkor arról beszélünk, hogy van úgy, hogy az ember egyetlen kiútja a tett, és nagyon jó, amikor ezt az ember nem csak tanítja, nem csak mondja, hanem hát egyrészt mutatni is tudja, bár persze önnek igaza van ebben, hogy ez egy ilyen kétélű dolog, mert bár ne lenne rá szükség, de amikor már kifejezetten a tanítványaitól látja, hogy ők ezt megélik, átélik, és igazából ilyenkor át is érzik, hogy ez mit jelent, az tényleg egy katartikus élmény, és örülök neki, hogy részese lehettem. Melyik az ön iskolája? Mivel a tantestületben még azért inkább fortélyos félelem igazgat, mint csalóka remény, ezért az iskolát nem szeretném megnézni. Rendben van, egy állami iskola. Egy teljesen átlagos állami iskola, ugyanazokkal a gondokkal küzdködve, amely gondokkal a többiek feltételezem. A tantestületben név nélkül teljes az egyetértés, hogy ki kell állni, ki kell menni az iskola kapu elé, vagy akár ki kellett menni március 15-én, vagy egy hét múlva, vagy két hét múlva? Nem teljes az egyetértés, sokan vannak, akik még tartanak a következményektől. Tehát az elvvel nagyon sokan egyetértenek, a 12 ponttal, vagy a 12 pont nagy részével rengetegen egyetértenek, de a bátorság még sokakból hiányzik, de én nagyon hiszek abban, hogy ez csak átmeneti állapot, és minél többen leszünk, annál többen megértik és átérzik, hogy igazából nincs mitől félnünk, és nincs hatalmuk felettünk.
A tegnapi nap egy forduló nap volt, amikor üléseztek, és úgy döntöttek, mármint egy civil platform, és úgy döntöttek, hogy tárgyalnának a kormányképviselőivel? Nem, eddig is szerettünk volna tárgyalni a kormányképviselőivel, maximum azt fordítottuk meg, hogy most mi hívjuk meg őket. Tehát eddig is az volt a célunk, eltökélt szándékunk volt, hogy tárgyalni szeretnénk. Úgyhogy minden ellentétes híresztelés, kormányzati propaganda, hazugság, mert tárgyalni szeretnénk, csak nem a köznevelési kerekasztalban, ami egy látszat kerekasztal. De hivatalosan nem hívták meg eddig őket, tehát nem volt egy ilyen hivatalos kiállás, hogy arról döntöttünk, hogy várjuk a kormány képviselőit. Tegnap volt erről egy sajtótájékoztató, igen, hogy két hetet kap a kormány arra, hogy leüljön tárgyalni a civil közoktatási platformmal, és ezt egyébként úgy határoztuk el tegnap, hogy az akciócsoportunkra bízzuk a helyszínt és az időpontot, hogy jelöljék meg. És a szereplők? A március 15-én elhangzott az, hogy valós tárgyalópartnereket szeretnének. Úgy értendő a valós, hogy akinek van is szava a kormányban, mert hogyha a helyettes államtitkár feleségének, a tántiának a nagynénye jön oda, akkor igazából nincs értelme tárgyalni, hiszen hiába ígérne meg bármit is a szereplőknek, nem mondhatja azt, hogy jó, megyek a kormányülésre, és már is intézem, hogy a GDP 6%-a az oktatásra fordítódjék. Mint hallottam itt a múltkor, egyébként ennyit is költenek a GDP 6%-a. Igen, hát nem igaz, de hát végül is azt is hozzátette, hogy nem mindegy, hogy hogyan számoljuk. Hát, én nem tudom, számolják, hogy nem tudom, én sem, hogy számolják. Én is magyar szakos vagyok, úgyhogy én zavarba jöttem, és gondoltam, biztos azért nem tudom kiszámolni, hogy 6%-ot hogy kell máshogy számolni. Én azt hittem, hogy egyféleképpen lehet. Valószínűleg az uniós forrásokat hozzáveszik, amelyből bizonyos iskolák részesülhetnek csak, és nem feltétlenül az egész közoktatási rendszer, például a budapesti iskolák uniós forrásokból egyáltalán nem részesülhetnek semennyire, mert hogy ugye a konvergencia régiókra kell fordítani az uniós támogatásokat, és Budapest annyira fejlett, hogy nekünk nincs szükségünk számítógépre. Ezt most ironikusan mondom természetesen, mert nyilván 10 éve egészen biztosan nem volt semmiféle geopark frissítés az iskolákban. Csak visszatérve az előző kérdésre, március 15-én azt fogalmaztuk meg, hogy mindenképpen hiteles emberekre van szükség, akik emberileg is megállják a helyüket, és emellett olyan emberekre, olyan kormányzati politikusokra, akik a pénzről döntenek. Tehát nem a mi felelősségünk ezt kiállítani, hanem a kormányzati. Én ezt is kérdeztem Palkovics államtitkártól, és azt mondta, hogy ő neki van ilyen jogköre, meg hatása, tehát ő a pénzről dönthet, de hogy önök meg már kinyilvánították, hogy ő nem megfelelő tárgyalópartner, akkor most mi van? Hát ugyanaz, mint ami március 15-én volt, tehát tartjuk magunkat ahhoz, hogy Palkovics államtitkár úr és Balogh Zoltán miniszter úr lejáratták magukat a nyilatkozataikkal és azzal, amit az oktatásért eddig tettek, tehát igazából nem feltétlenül számítunk az ő jelenlétükre. Akkor kivel tárgyalnának? Én még egyszer mondom, tehát ha a kormányzat nem képes arra, hogy kiállítson hiteles személyeket, akik tudnak dönteni a pénzről és szakmailag és emberileg is megállják a helyüket, akkor az nem a mi problémánk, tehát mindenképpen arra kellene törekedniük, hogy ezt megvalósítsák. Azt a beszélgetésünk elején mondtam, hogy az osztályfőnökök egyesületének képviseletében vendégünk most ön. Az osztályfőnök is ön? Igen. Osztályfőnök, sejtettem mondjuk a titulusban. Az osztályfőnököknek ez külön egy felkészítő folyamat volt, hogy elmondják a diákoknak, hogy gyerekek, az van, hogy például mi szívesen tanítanánk olyan tankönyvekből, amely tankönyvek a mi tudásunk és a mi, hát nem is tudom, a mi szakmai tudásunk alapján jó, vagy még jobb, vagy esetleg még annál is jobb lehet, mint amit eddig láttunk, de hogy nem tehetjük, ez az egyik. Aztán itt vagytok ti, és akkor most nem mondom végig, vagy nem fordítom le a 12 pontot, de hogy erről így az osztályfőnökök beszélgettek a gyerekekkel? Szükség volt erre? Hát mindenképpen szükség van szerintem arra, egyébként ezektől a rendkívüli körülményektől függetlenül is, hogy az ember beszélgessen az osztályával arról, hogy egyáltalán mi zajlik a közéletben, mi zajlik körülöttünk, de most, hogy ennyire érintetté váltak ők is, így megfokozottan szükség van rá. Volt egy ilyen akció is egyébként korábban, ez a bizonyos rendhagyó óra, amihez én márciusban csatlakoztam, és én már akkor is beszéltem az osztályommal erről. Egyébként erről nem volt semmiféle egységes álláspont így az iskolában, úgyhogy mindenki belátása szerint cselekedett. Én beszélgettem az osztályjal erről, de ha én magam nem hoztam volna fel a témát, akkor nyilván ők felhozták volna.
Szeretném azt hangsúlyozni, ugye minket nagyon sokszor ér az a vád, meg egyébként ilyen nyilvános vagy hivatalos körözvényt is kaptunk, hogy iskolában tilos politizálni. Felhasználják a gyerekeket politikai célokra, igen, ezt hallottam. Hát egyrészt szerintem annak fordul meg ilyen a fejében, aki maga is esetleg felhasznál gyerekeket politikai célokra. Illetve aki saját maga esetleg felhasznál, az is nem kell oda, úgy hogyha értem. Önök nem. Igen, így van. És azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy nem mi politizálunk, hanem a politika tört be nagyon durván és agresszívan az iskolába, az iskolákba azzal, hogy mindent központosítottak, és mindent előírtak, és mindent szabályoztak, olyan dolgokat is, amikben egyáltalán nem volt kompetenciájuk, hiszen már évek óta itt nem pedagógiai, csak állandóan tanügyi kérdésekről van szó a politikai szinteken, és a pedagógiai szempontok pedig abszolút elsikadnak. És mi egyébként is szakmai párbeszédet kezdeményeztünk kezdettől fogva, és azt, hogy ezt a kormány, ezt a párbeszédet politikaivá irányította ezekkel a lejáratásokkal, arról mi nem tehetünk. És a tanulók ezt mennyire látják át, hogy mennyire érzik ennek a súlyát, hogy hát most titeket próbálnak a politikus bácsik eszközként, a kommunikációs eszköztárban lévő egyik eszközként felhasználni, hogy ó, itt vagytok ti szegények, és a pedagógusaitok, na nem mindenki, csak aki itten tiltakozósdit játszik, na azok meg felhasználnak titeket arra, hogy a politikai valamilyen háttérerő, politikai hatalmak érdekében, hát akkor rajtatok keresztül nyomást gyakoroljanak, legfőképpen a fizetésemelésért a kormányra. Tehát, hogy ezt így átlátják, külön kell magyarázni erről, vagy tényleg átlátnak a szitán, nem tudok más mondani. Hát szerintem az a gyerek, aki nap mint nap a közoktatásban tölti az életét, az a saját bőrén tapasztalja, hogy ez a rendszer nem érte van. És hogy elsősorban azok a pedagógusok csatlakoznak mondjuk a mozgalomhoz, nyilván kikívés mérséklete, illetve bátorsága szerint, akik egyébként a hétköznapokban a meglehetősen mostoha körülmények dacára azért igyekeznek az ő érdekeiket, jogaikat figyelembe venni, igyekeznek értük dolgozni, nekik segíteni. Igazából, ha ezt tapasztalják, akkor azt hiszem, hogy ezt nem kell különösebben magyarázni. Azt mondta Polkovics államtitkár az MT-nek, hogy nem tárgyalnak, menjenek önök a köznevelési kerekasztal következő ülésére. Akkor hogyan tovább? Polkovics államtitkár úrnak felhívnám a figyelmét arra, hogy tegnap a Tanítanék Mozgalom megegyezett, illetve egy szándéknyilatkozatot írt alá 9 szakszervezettel az együttműködésről, és pénteken délben lesz egy sajtótájékoztató, ahol ismételten egy nagyon fajsúlyos döntést, illetve lépést fogunk bejelenteni. Újabb tiltakozásról? Hát akár tiltakozásról, tiltakozás sorozatról, tehát sok minden szóba jöhet, igen. Én ezt a mai nyilatkozatát Palkovics államtitkárnak abszolút válaszként értékeltem. Tehát ma azt mondta, hogy megbeszéljük, tárgyalunk róla, kinevezzük, ki legyen, vagy én, vagy valaki más. Nem azt mondta, hogy nem, jöjjenek önök. Tehát akkor gyakorlatilag ez már egy lezárt történet, nem? Lezárt történet, a köznevelési kerekasztalban a civil közoktatási platform nem megy be, tehát ez az alapító dokumentumában benne van, tehát oda nem fogunk elmenni. Mármint a civil platformnak civil az alapító dokumentumában. Igen. Aztán arról is olvashattunk ma, hogy megvan a vs.hu-n, azt hiszem, igen, a vs.hu-n volt egy információ, hogy megvan, hogy mi lesz a klik helyet, nem tudom, hogy önök látták-e már, hogy egy működésében decentralizált, de még szélesebb hatáskörű szervezet válthatja fel a klikket. Ez az általános, a középiskolák mellett még az egyetemeket is magába ölelni. Jaj, de jó. Akkor nem túl centralizálunk, hanem túl centralizálunk, csak másképpen. Azt nem tudom, hogy kell valamit decentralizálni, hogyha az alá tartozó intézményeknek a körét még növeljük is. Lehet, hogy lehet, tehát én nem tudom, csak pillanatnyilag ennyit tudunk. Ez úgy jó irányba mutat ez a felvetés? Ez egy bizonyíték arra, hogy nem történik semmi érdemleges változás, sőt, talán még nehezebb lesz, mint eddig volt. Igen, hát nekem ebből a felvetésből úgy tűnik, hogy gyakorlatilag még közvetlenebb és még erősebb kontrollt szeretnének gyakorolni. Hiszen, hogyha több ilyen központ van, akkor a központoknak nem kell annyira sok tanárt szemmel tartani, hanem egy kicsit kevesebbet, és talán még jobban a körmükre lehet
nézni. Tehát kevesebb tanára több klik jut, akkor hát az... valami ilyesmi. Értem. Ha ez igen. A koncepció, akkor valóban ezt nem láttam a 12 pont között, hogy ezt kívánta volna a pedagógus társadalom tiltakozó része. A pénteki bejelentésig akkor korai lenne arról beszélni, hogy mi a folytatás, tehát pénteken a szakszervezetekkel együtt fogják elárulni, hogy hogyan tovább. Igen, így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.